Williams Televízió. Híradó. A Williams Televízió térségi hírműsora. Minden nap éjfélkor, 8-kor, 11-kor és 19 órakor a Williams Televízióban. Maglódon a helyi önkormányzat mellett a civil szervezetek is segítik a szociálisan rászorult családokat. Az alpolgármester a támogatás részleteiről nyilatkozott. A tanuló létszám emelkedésével párhuzamosan pedagógusokra is szükség van. Ezt a tanévet 8 új pedagógussal kezdtük el. Ezek részben új státuszokra vettük fel ezeket a kollégákat, részben pedig tartósan távollevő vagy esre távozó pedagógusoknak a helyére. Nagyon fontos, hogy ebben a tanévben egy kiemelkedő szakmai elismerést kapott intézményünk. Egy Klik pályázat keretében az iskolánk mentoráló intézmény címet szerzett. Ennek az a lényege, hogy az iskolában a szakmai módszertani tapasztalatokat részben külsős, kívülről érkező kollégáknak, részben pedig házon belül a kollégák részére szervezett programok keretében, szakmai rendezvények keretében próbáljuk meg átadni. Hát az előbb említettem, hogy sok új kolléga érkezett, ezért is különösen fontos az, hogy ez tervszerűen és tudatosan működjön az iskolánkban. Már tanulmányi versenyekre beneveztek tanulóink, illetve részt vettek, mi magunk is szervezünk ilyen programokat. A legkiemelkedőbb eredményt az országos grafika versenyen értékelt tanulóink, 3 tanulónk ért el helyezést. Az első helyet szerezte meg Dédesi Tózsa Eszter, második helyezett lett Boda Petra, és harmadik helyezést ért el Tóth Enikő. Ez nagyon nagy eredmény iskolánk számára, elismerés. Mi magunk is szerveztünk regionális versenyeket, ahova a környező településekről, iskolákból is jönnek gyerekek. Ilyen volt a városi könyvtárral együttműködve megszervezett mesemondó verseny. Itt is van egy szép eredmény, amiről beszámolhatok. Sipos Áron a harmadik, negyedik évfolyamosok között első helyezést ért el. Azon kívül a sport területén részt veszünk a Bozsik programban, 8 csoport működik az iskolában. Ez a Bozsik program labdarúgás értendő, és külön öröm az, hogy egy leány csapat is szerveződött, akik szintén részt vesznek ezeken a versenyeken. Itt Maglódon is már 2 hétvégén szerveztünk Bozsik csapatok részére regionális versenyt. Azon kívül még egy sportprogram, játékos sportvetélkedőt szervezünk alsó tagozatos tanulók részére, ahova szintén nem csak a maglódi gyerekek, hanem a környező településekről is érkeznek tanulók. Fontos még itt advent környékén, hogy megemlítsem azt, hogy iskolánkban nagyon sok adventi program, művészeti program és egyéb program szerveződik, és ezekre a rendezvényekre várjuk a szülőket szeretettel. Igazgató úr, a téli szünet az öröm a gyereknek, öröm a pedagógusnak, ugyanakkor balesetveszélyes, és mire hívja fel a figyelmet? Hát az adventi programok után gondolom az otthoni családi programok következnek, és bizony nagyon fontos az, hogy a gyerekeink, tanulóink akkor, amikor játszanak, vagy remélhetőleg szánkoznak, akkor odafigyelnek a környezetükre, és úgy közlekednek, és úgy játszanak, hogy saját testi épségüket ne veszélyeztessék. Vigyázzanak magukra, és vigyázzanak másokra is.